benne van? Kapcsán tüntetni jöttek, és a tüntetésüknek a Sikoly címet adták azzal, hogy mennyire nem történik azokkal semmi, és mennyire nem segítenek. Nem csak önmagában a Questor károsultak, hanem a Magyar Nemzeti Bank ellen tiltakozók, akik a deviza ügyek kapcsán károsultá váltak, és nem kaptak semmiféle kártérítést. Ezek a tiltakozók elmentek erre a perre, és egyébként számon kérték, már a bíróság mellett is részben a demonstrációjukkal, azt, hogy Tarsoly Csaba az, aki egyébként ugye ebben a perben itt fővádlott, de igazából nem ő a fővádlott. Másokat kellene keresni itt azon a padon, ahol egyébként számon kérik őket. Ugye az az érdekes, hogy önök is ezt mondták, hogy az igazi bűnösök azok nem ülnek a vádlottak padján, és Tarsoly Csaba is egyébként némiképp hasonlót fogalmazott meg, ő pedig azt mondta, hogy szerint egy modernkori koncepciós per zajlik, mert hogy őt akarják befeketíteni, ahelyett, hogy az állam kárpótolná az ügyfeleket. Tarsoly Csaba, aki most ilyen szempontból akár lehet az az ember, aki megjárta azzal, hogy együttműködött azokkal a hatalmasságokkal, akik Győrben akár sportlétesítmények építése, üzemeltetése és az egész pénzügyi rendszer, a Questor csoport fenntartása kapcsán politikusokkal együttműködött. Ezekben elsősorban azokat az embereket kell megtalálnunk, akik a végén bebuktatták az ő rendszerét. A Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György, aki első számúan felelős azért, hogy tulajdonképpen az ő engedélyeinek a kiadásával és a felügyeletével zajlott. Minden nap látták, hogy mi történt, és érezhették, tudniuk kellett a Magyar Nemzeti Bankban, hogy legalább 150 milliárd forintot, tehát hihetetlen mennyiségű pénzt, ez több, mint a Wall Street Farkasa című filmből megismert pénz mennyisége, vagy amilyen körülmények között ez ott zajlott, de az a lényege neki, hogy rengeteg pénzt tüntettek el rövid idő alatt. Alig több, mint fél év alatt tüntették el. És hát, hogyha hozzáteszük azt, hogy Orbán Viktor kormányülésen a belső információi alapján kimenekítette és felszólította a minisztériumokat, hogy felszólíthatta őket, hogy vegyék ki onnét a pénzüket, nehogy ők elbukják, ezzel a helyzettel visszaélve egyik oldalról a kisbefektetők elől ellopta a pénzt, és ezért ők nem kaphattak kárpótlást, a másik oldalról pedig ez a cselekmény bűncselekmény, amivel jogállamban egyébként már börtönbe ülne ezért a döntésért, vagy ezért a felszólításért. Harmadrészt pedig ott van Szijjártó Péter, akik 10 milliárdokat miniszterként döntött arról, hogy a minisztérium hatáskörébe tartozó cégek és számlákról átutaljanak a Questorra, és ott parkoltassák a pénzüket, ott tőzsdésztették a magyarok pénzét, és amikor bajba kerültek, akkor hát a Győri Barátság végén onnét gyorsan igyekeztek ezt kimenekíteni. De ez nem mentesíti őket az, hogy ők bűnt követtek el. De szerint elképzelhető, hogy Tarsoly Csaba esetleg itt a tárgyalások során mondhat politikusokra és a terhelőt? Hát én ezt nem tudom, hogy ezt ő meg meri-e tenni. Azt szinte egészen biztos, hogy akkor, amikor a pénzt gyűjtötték abban, hát közreműködhettek olyan politikusok is, akik befolyással voltak, mint például itt, ahogy látjuk, a miniszterelnök és a miniszter, aki befolyással volt az ő általa felügyelt területekre, onnét pénzt küldött a Questornak. Aztán volt egy pillanat, amikor úgy döntöttek, hogy egyébként ezt ki kell vonni. Tarsoly Csaba épp ezt kifogásolja, hogy nem kellett volna, nem lett volna erre szükség, de hát ez az ő vitájuk. Tarsoly Csaba, Orbán Viktor és Szijjártó Péter vitája ez. Hogy anélkül, hogy védeni, akkor nem Tarsoly Csaba, nyilvánvalóan nem, de ő egyébként azt állítja, hogy amikor kitört a botrány, akkor még egyébként volt annyi pénz, amennyiből az összes károsultat lehetett volna kártalanítani. Ugye, ha visszaemlékszünk arra, hogy tulajdonképpen az egész kerítés építést és menekült ügyet annak köszönhetjük, hogy Orbán Viktor és csapata, mondhatnám bandája, az megpróbálta eltüntetni ezt a nagy tolvajlást az emberek szeme elől. És akkor, amikor ez kiderült, ugye, hogy baj van, akkor Tarsoly Csaba egy levelet vitt be a miniszterhez, a miniszterelnök úrnak címezve, hogy már pedig ezt kell, hogy ekkora baj van. Erre volt 3 hetük még, ezt követően, amikor tulajdonképpen megpróbáltak mindent elsikálni.
Én azt gondolom, hogy egyértelmű, erről a vádlottak padjáról hiányzik Matolcsy György, Orbán Viktor és Szijjártó Péter. Nekik kellene számot adni arról, hogy hova lett ez a rengeteg pénz. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és elmondta a véleményét. Köszönöm a lehetőséget.